Az ecetről. Az ecet nem csak ételízesítésre és az élelmiszerek tartósítására használható. Nagyon magas enzimtartalmának köszönhetően igen sok, kiváló élettani hatása van. Étkezések után 1-2 teáskanál ecet elfogyasztása lassítja a gyomor kiürülését és 25-35%-kal csökkenti a vércukorszint lökésszerű megemelkedését. Javítja az izmok cukorfelvételét, lassítja a cukorlebontó enzimeket, ezáltal egyenletesebb étkezés után a cukor emésztése. A rizsecetnek a magas antioxidáns tartalma miatt rákellenes hatást is tulajdonítanak. Tapasztalati megfigyelés, hogy a bőséges családi étkezések után elfogyasztott 1-2 teáskanál ganodermás rizsecet percek alatt megszünteti a gyomor feszülését, a telítettségérzést. Nagyon fontos, hogy az ecet egy fermentált ital, és a fermentáláshoz, az enzimtartalom létrejöttéhez idő kell. A DXM például megvásárolt egy kínai manufaktúrát, ahol évszázadok óta ugyanazzal a technológiával, porcelánkádakban érlelve, 3 év alatt készül el a rizsből az ecet. A vegyi anyagok hozzáadásával, néhány hét alatt savanyított ipari ecet nem rendelkezik ugyanezekkel az élettani hatásokkal.